Az Aquitál FC-nél Tóth Balázs vezetőedző mindössze egy helyen változtatott az előző fordulóban látott kezdőcsapaton, Tamás Nándor helyére Farkas Aurél került be. A másik oldalon Gera Zoltán jobban belenyúlt a hét közben kupameccset játszó Vasasba, 5 helyen is változott a Paks elleni kezdő 11. A meccset a vendéget kezdték veszélyesebben. A második percben egy jobboldali Hollander beadást épp Dajcs elé fejelt az egyik hazai védő, az ex-csákvári Vasas játékos lőtt is, Zelizi azonban nagy bravúrral védett. A 9. percben aztán már vezettek az angyalföldiek. Urblik baloldali szabadrúgását Barát csúsztatta meg, a labda a visszazáró nagy Zoár testéről pattant a kapuba, Zelizi nem érhette el a hazai szempontból szerencsétlenül irányt változtató labdát. Nagy Zoárd a félidő közepén, aztán a másik kapu előtt is villant. A 23. percben Murka kiváló labdát tett a jobb oldalon gazdag elé, akinek beadását Nagy Zoárd gyönyörű mozdulattal a bal kapufa tövére fejelte, onnan pedig már a hálóba pattant a labda. A 33. percben egy jobb oldalról belőtt labdával Tóth Milán fordult a hazai kapura, lövését azonban védte Zelizi. Egy perc múlva azonban így is a vendégek kerültek ismét előnybe, a csákvári védelem röviden emelt ki egy a 16-osra pörgetett labdát, a lehulló játékszerrel Dajcs erőszakosan átküzdte magát az egyik védőn, majd az 5-ös sarkáról Zelizi lábai között a hosszú sarokba lőtt. Félidő hajrájára ismét a hazaiak kerültek fölénybe, a 43. percben még csak egy komolyabb nyomáspróbát tartottak a Vasas kapuján, az első félidő utolsó pillanataiban azonban az újabb egyenlítés is összejött. Babós felívelésénél Murka megelőzte Barátot, az így megszerzett tempó előnyből pedig tökéletesen szolgálhatta ki a középen érkező Dusinskit. Az NB2-ben mindössze másodszor kezdő fiatalunk pedig élt az ígyszerrel, és a Kazincbarcika után a Vasas kapuját is bevette, így a félidőre 2-2-vel vonultak a felek. Fordulás után a 47. percben Szakály szöglete után Nahirni 15 méteres fejesét védte Jova, míg a túloldalon az 52. percben Hollander bólintása landolt az oldalhálóban. Az 53. percben aztán harmadszor is előnybe került a Vasas. Egy baloldali szöglet lecsorgott az egyik védőről, a labdára Barát érkezett a legjobb ütemben és 11 méterről kilőtte a hosszú sarkot. Folytatásban a Vasas főleg fejesekkel veszélyeztetett, míg az Aquitál a hajrában okozott meleg pillanatokat a fővárosiak kapuja előtt. Újabb gól azonban egyik akcióból sem esett, a Vasas végül 3-2-re nyerni tudott az Aquitál FC Csákvár vendégeként.